Sziasztok, drága barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok. Egy egyszerű kérdést teszek fel neked most. Mivel tudsz te, ott, aki hallgatsz engem, hatni a fiatalokra? Megvárom, míg a kérdés leülepedjen, és ha nincs rá válaszod, akkor adok pár javaslatot. Elsősorban azzal, hogy meghallgatod a fiatalokat. Mi felnőttek, közép, idősebb korosztály, azt gondoljuk, hogy a fiataloktól nincs mit tanulni. Igenis, ha meghallgatjuk őket, az az első érintési pont, mikor értő figyelemmel és bizalommal nyitunk feléjük. A második, hogy mutatunk egy követendő példát, hogy hogyan lehet egy minőségi életet élni úgy, hogy menet közben nem vesszük el az emberi értékeinket. Egy remek előadás, egy remek kezdeményezés, amit Szabó Erik álmából pattant ki, a Beszélj Bátran konferencia, ami most szombaton Szanyban került megrendezésre. Képzeljétek el, 9 bátor fiatal megmutatta az élete egyik nem annyira büszke oldalát. És ezt mind azért tette, és azért osztotta meg a nagy nyilvánossággal, hogy példát mutassanak, hogy igenis, a nagy viharból is ki lehet jönni. Csak bele kell tenni az energiát, kell találni benne segítőket, és persze nézőpontot váltani az adott dologgal kapcsolatban. Miért beszélek ilyen nyugodtan és ilyen magabiztosan erről? Mert amióta az életmód táborokat szervezzük több éve, megfogalmazódott bennem, hogy akik odajönnek önkéntesek, tanítók, moderátorok, egyik sem ment úgy el a táborból, hogy maga is nem vitt volna haza valami kis apró morzsát, egy falat szeletet abból a tanításból, tapasztalatból, amit a gyerekek átéltek. Tehát igenis, a kérdésre válaszom az, hogy lehet tanulni a fiataloktól. Lehet őtőlük is valamilyen követendő példát ellesni, majd alkalmazni. De még mielőtt ezt megteszed, hallgass meg őket. Gyerekkorunkban minket arra tanítottak, hogy vegyünk példát a felnőttektől, mert ők már nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek. Ez így is van. De most, ahogy gyorsul a világ, fejlődik minden, úgy ami 10 év alatt változott, majd 20 év alatt, az majdnem a felére vagy a negyedére lecsökken. Ezáltal a gyerekek, akiknek még a kis kókuszkájuk nincs tele sok hülyeséggel, sok sérelemmel, fájdalommal, sokkal könnyebben tudnak azokon a hiedelmeken, paradigmáikon, félelmeiken változtatni, mint a középkorosztály vagy az idősebb korosztály. És ezt is. Miért tudom olyan biztosan? Mert foglalkozok ezzel a korosztállyal is. És látom, mennyire sok energiát igényel az, még beakad a horog, majd elkezdi az életét egy más mederbe terelni. De mondhatnám a saját példámat, hogy már több sebből vérzett, mikor mondták, hogy bizonyos dolgokat nem csinálok olyan jó minőségben, és ezt gondolom a saját belsőmből táplálkozott, míg nem egyszer beakadt a horog, és elindultam 2014-ben erre az önfejlesztő utamra, amiben most mohó étvágyjal a mai napig teszem a dolgomat, és most már, amit megtapasztaltam, azáltal segítek másoknak is. És főleg a 9 bátor fiatal mondani valójába mindegyikből hazahoztam egy kis szeletet. Nem akarnák különösen kitérni senkire, de egy önfejlesztő képzésnél megismertem Tamás Falvi Hannát, és nagyon megragadt egyik gondolata, azt szeretném veletek most megosztani, hogy általában a fiatalok, akikkel mi is foglalkozunk,
Nagyon sokan önbecsülés, önértékelési problémával szenvednek, sőt, a saját maguk én ideálja se olyan, amit ők elképzelnek maguknak, mert mindig a környezetükből vesznek példát, mintát, amit a média sugároz, amit a celebek képviselnek, amit a sztárok, énekesek hordnak magukon, és ahogy viselkednek, a fiatalok megpróbálnak hozzájuk azonosulni, mert azt gondolják, ez a trendi, ez a menő. Ezáltal sokan elvesztik belső egyéniségüket, és elkezd megváltozni az értékrend, és amikor meg akarnak felelni, és a belső értékrendjük ütközésbe kerül, az egy olyan konfrontációt okoz bennük, hogy mikor kilépnek erre a mezőre, előbb vagy utóbb rájönnek, hogy ez egy tévút volt. Hanna ugyanerre jött rá, mikor meghalt a nagymamája, és elkezdett folyamatosan lefogyni. Majd 39 kilóra fogyott, és egy olyan állapotba került, hogy több mint egy hónapig kórházba kellett neki menni. Ekkor volt ide elgondolkodni azon, hogy a sok divatlapból, a címlapok sztoriából, meg mindenből, ahol összeszedett magának különböző ideálokat, hogy ez nem is igaz. Mi egy hamis képet keresünk, hamis illúziókba élünk, és Hanna visszatalált az igazi forrásához, saját magához. És a gondolata így hangzott, hogy a valódi szépség mindig belülről fakad. Meg van töltve tartalommal és üzenettel. Ezt kívánom neked én is, hogy nézz bele egy kicsit a lelked mélyébe, hogy mindazt, amit képviselsz, belülről jön. Van benne tartalom? Van-e benne üzenet? Ha igen, akkor jó úton jársz. Ha nincs, akkor nagyon-nagyon sok falba fogsz ütközni, még újra vissza nem kerülsz a forráshoz, úgy, ahogy Hanna ilyen fiatalon, de említhetném bármelyik kölyüket, mert mindegyikben volt egy olyan mondanivaló, ami megragadta a 150 fős hallgatóságot, és sokan még könnyeztek is. Úgyhogy igenis, van mit a fiataloktól tanulni, ne rakd őket egy halmazba, vannak olyan fiatalok, akik még nem tértek a útjukra, tényleg mondhassuk azt, hogy ők még nem ismerték fel ezt a utat, de ne bántsd őket, ők azon a tudatszinten vannak, a itt jelenlévő 9 fiatal egy picit más irányba. Tehát van követendő példa a fiatalok között is. Csak fontos, hogy hallgassuk meg őket. Ennyit szerettem volna mára. Kérlek, nézd meg a Facebook oldalunkat. Vulkánon is írtunk róla egy blogcikket, valamint a Beszélj Bátran konferencia Szabók Erik Facebook oldalát. Ott is sok hasznos információt tudsz találni. Erik tanárként tevékenykedik mindennapjaiban, és ilyen úton, módon segíti a fiatalokat. Ezért mi teljes válszélességgel támogatjuk őt, mert a Vulkán értékrendje és az, amit ő képvisel, nagyon közösen kapcsolódnak. Bízom benne, jövőre még több rendezvényt tudunk együtt lebonyolítani, és a 5. életmód táborunkba is meg szeretnénk őt hívni jövőre, és téged is, aki ott hallgatsz minket. Hogyha tetszett ez a kis videó, kérlek, küld tovább az éterbe, mert neked csak egy kattintás, barátainak, ismerőseidnek akár egy gondolat belőle is hozhat valami újat az életében. És mielőtt véleményt formálsz, mindig hallgass meg a másikat. Namaste.